Két izraeli és egy egyiptomi turista meghalt, egy ember pedig megsérült, amikor Alexandria központi részén egy rendőr tüzet nyitott, közölte az egyiptomi belügyminisztérium. A gyanúsítottat előállították, a helyszínelés idejére a területet lezárták. A lövöldözés azután történt, hogy szombaton a Hamas terror szervezet megtámadta Izraelt. Egyiptom az 1970-es években kötött békét Izraellel, azóta is közvetítő szerepet tölt be az izraeli-palesztin konfliktus megoldásában.